Nos, köszöntök mindenkit. Valentin Szimionov vagyok, a romániai államcsökkentő hálózat vezetője. Szeretném megköszönni a meghívást. Nagyon fontos országos esemény ez önöknél, és én nagy örömmel osztom meg önökkel a romániai tapasztalatokat. A videóból is, ha kiléptem volna, úgy tartom ezt az előadást most majd. Először is majd szeretném bemutatni önöknek a szervezetet, amelynek a munkatársa vagyok, és utána röviden tájékoztatnám önöket arról, hogy hogyan alakult mostanáig az államcsökkentési tevékenység Romániában. Vázolom majd az aktuális helyzetet is, ami hasonló Görögországhoz, de sajnos nem volt meg az intelligencia, hogy a megfelelő módon járjunk el. Egyelőre remélhetőleg ez a helyzet hamarosan változik. A romániai államcsökkentési hálózat 12 szervezetet, 12 egyéni tagot foglal magában. Államcsökkentéssel foglalkozó szolgáltatók és személyek vesznek ebben részt, tehát itt egyrészt helyettesítő programok, civil szervezetek, államcsökkentő szolgáltatók szerepelnek ebben a hálózatban. Emellett a bukaresti városháza közegészségügyi osztálya is részt vesz a munkában. 2002-ben jött létre hivatalosan a szervezet, akkoriban csupán néhány államcsökkentéssel foglalkozó szervezet volt az országban, és az volt a célunk, hogy a tapasztalatokat tovább tudjuk adni, és tudjuk fokozni az ilyen szolgáltatások körét. 2006-ban jegyezték be hivatalosan a szervezetet, akkor társaságként jött létre, nem úgy, mint korábban, amikor csupán egy projektet jelentett a hálózat. Melyek a kitűzött céljaink? Egyrészt az általam csökkentő szolgáltatásokat próbáljuk népszerűsíteni, másrészt szeretném megkönnyíteni az ezzel kapcsolatos hatékony szakpolitikák megvalósítását, próbáljuk felkelteni az érdeklődés szemléletet formálni az érintettek körében, annak érdekében, hogy a közegészségügyi elvek érvényesüljenek, megpróbáljuk a stigmatizálást és a diszkriminációt elkerülni, kiiktatni, emellett érdekképviseli tevékenységet is folytatunk, például a biztonsági fogyasztás lehetővé tevő helységek elérhetővé tételével kutatásokat is végzünk. Itt két kutatási jelentés címlapja látható, amelyet mi készítettünk el. Az egyik a tiszta tűk, illetve a helyettesítő kezelés bukaresti elérhetőségét tárgyalja. 2010-ben készült ez. A másik pedig arról szól, hogy az új típusú pszichoaktív anyagok hogyan terjednek, különösen a kamaszok és fiatalkorúak körében. Mind a kettő a UNICEF támogatásával készült. Újabb tanulmányaink pedig egyrészt a nemzeti kábítószerügyi szakpolitikának a következményeivel és költségével foglalkoznak, illetve hogy az előzetes letartóztatás hogyan érinti a kábítószer használókat, milyen reintegrációs esélyeik vannak azoknak, akiknek bűnügyi előletük van. Ez egy képzési eseményről készült kép. Itt látjuk azt, hogy milyen az, amikor egy tiszta kábítószer beadagolásra felkészül az ember. Ennek kapcsán megismerhetik a résztvevők azt is, hogy milyen kockázatokkal jár a szúrás. Ilyenkor beszélünk az áramcsökkentési elvekről, a tűcsere, illetve fecskendőcsere programokról, az anyagok kezeléséről, a túladagolások megelőzéséről, az emberi jogokról, az érintett emberekről, és megpróbálunk olyan brosúrákat is elkészíteni, amelyek megismerhetők, például a helyettesítő terápia és a tűcsere programok. Kampányokat is létrehoztunk a médiában, illetve nemzeti szintű partnerekkel. Ez egy videóból kivágott kép, amit itt láthatnak az egyik kampányunkból, amelynek célja az volt, hogy terjesszük a HIV-fertőzések terjedését az intravénás felhasználók körében. Emellett talkshowban is részt veszünk minél több alkalommal, ahogyan csak lehet. Emellett az újságírókat is segítjük, illetve cikkeket adunk át annak érdekében, hogy a sajtóban is megfelelően képviselhetve legyen a téma. És igazából a tavalyi évben
over this problem and a médiában azt tapasztalhatjuk, hogy kezdik megérteni a fontosságát ennek a területnek, hogy milyen komplex problémáról van szó, és egyfajta attitűdváltozás is megfigyelhető, nem csak a junkikról beszélnek most már, és a fehér halálról, hanem egyfajta humánusabb beállítottsággal kezdik ábrázolni azt, hogy hogyan érinti a kábítószer használat a népességet. Egy nagyon fontos terület az érdekképviseletű, hiszen arra használjuk fel a kutatásokat és a képzéseket, hogy a saját megközelítésünket támogassuk. Ez pedig alapjában azt jelenti, hogy humánus hozzáállással próbáljuk a veszélyeztetett népességet segíteni. Egyrészt célunk az, hogy a kábítószerekkel kapcsolatos jelenlegi jogszabályokat módosítassuk, és dekriminalizáljuk a személyes célú felhasználás céljából a kábítószerek tulajdonolását, hiszen azt tudjuk, hogy akik nem feltétlenül problémás kábítószer használók, azoknak hogy teszik tönkre a kriminalizáció az életét. Emellett támogatjuk azért, hogy csökkenjen a kis mennyiségű forgalmazók büntetési tétele, hiszen a törvény szemében az, aki átadja egy ismerősének a kábítószert, szintén kábítószerkereskedőnek számít, már pedig nem erről van szó. Emellett próbálunk a börtönbüntetések mellett alternatívákat is támogatni. Emellett az általam csökkentő szolgáltatások fenntarthatósága egy másik fontos célunk, hiszen ahogyan hallhatjuk is, amikor a nemzetközi támogatók elhagyják az országot, és a kormány nem veszi át a projektek finanszírozását, akkor az intézkedések egyszerűen támogatás nélkül maradnak, és akkor vissza kell fognunk az intézkedések körét. Emellett minőségi normák alkalmazását is támogatjuk. Itt lehet ugyanis járványi szempontokat a legjobban kezelni. Emellett a kiskorú kábítószer használók számára is támogatjuk az ilyen jellegű szolgáltatások hozzáférhetőségét. Ugyanis jelenleg például a tűcsérek programokban nem lehet részt venniük a fiatal korú felhasználóknak. Tehát, ha valaki szülői hozzájárulás nélkül a kábítószer felhasználó kiskorú szüleinek hozzájárulása nélkül ad ki tűt, akkor az már egy nagyon bizonytalan terület jogi szempontból. A Romániában 2000-ben kezdődött meg az általam csökkentési tevékenység. 1990-ben volt egy kis megkeresési projekt, ami a szexmunkásokat célozta meg. Ez teljesedett aztán ki 2000-re olyan formában, hogy az első tűcsere program beindulhatott, az első tűcsere központ bukaresti pszichiátriai kórházban. Akkoriban senki sem gondolta volna az, hogy Bukarestben olyan sok kábítószer használó lesz, és igazából még a szolgáltatást működtető munkatársak is szkeptikusak voltak. De aztán kiderült, hogy ez a jelenség milyen arányú, alig néhány hónappal később már napi 100 ügyfél kereste fel naponta a tűcsere központot. Akkoriban vezetőbe egy anonim kód használatát, így próbáltunk óvni az ügyfelek személyazonosságát. Ez egy egyszerű kód, itt látjuk például az én kódomat, 3 betű az anyaneve alapján, utána a születési év, aztán a keresztnév 3 betűje, utána a hónap és a nem. Ehhez társul a szolgáltatás hozzáférő életkora ilyen formában, illetve azt is látjuk, hogy mi a nemek megoszlása a szolgáltatást igénybe vevők között. Hát ilyenből látjuk azt, hogy nő a szolgáltatást igénybe vevők
43%-a, illetve azt is látjuk, hogy hány kiskorú kerül be a rendszerbe. A rendőrség nagyon vonakodott akkoriban elfogadni a túlcsere programok működését, illetve a túl- és fecskendőcsere programok működését, hiszen ők úgy gondolták, hogy ez igazából népszerűsíti a kábítószer használatot, és a mi feladatunk inkább az lenne, hogy lebeszéljük az embereket a kábítószer használatot, hiszen a kábítószer az egy rossz dolog. És azt gondolták, hogy akkor az emberek majd erre rájönnek, és egyszerűen abba hagyják a kábítószer használatot, ha megfelelően propagáljuk nekik ezt. Akkoriban kollégáink sok bajba kerültek a rendőrökkel, például aki oda parkolt a tűcsere helyszínéhez, azokat zaklatták. Igazából az ügyfelek is haboztak részt venni a szolgáltatásban, hiszen attól tartottak, hogy a rendőrök rájuk szállnak, pontosan az ilyen elérhető információk alapján. A következő fázis aztán az volt, amikor fejleszteni kezdtük a programot. Akkoriban három országban, Bukarestben, Konstancában és Temesváron volt tűcsere program. Konstancában tehát kábítószer használók működtették a programot. 2004 után már nagyobb finanszírozást kaptunk, és akkor két éven át 5000 ügyfelet tudtunk elérni. Végül eddigre már a rendőrség elfogadta az ilyen jellegű programok létezését és azok hatékonyságát, de sikerült végül is egyfajta áttörést elérni. És ekkoriban elsősorban arra koncentráltunk, miután pénzünk volt két évig, hogy megfelelő minőségű legyen a munka, megfelelően tudjuk oktatni az embereket, tudjuk terjeszteni az információkat, fel tudjuk világosítani őket a jogi lehetőségekről, illetve hogy milyen hozzáférésük van egészségügyi szolgáltatásokhoz. És aztán 2007-ben, amikor a globális finanszírozási program első része leállt, akkor felmerült az a kockázat, hogy le kell állnunk a szolgáltatásokkal. 2007-től 2010-ig egy újabb finanszírozási fázis lehetővé tette azt, hogy 8 központban folytassuk a szolgáltatást. Az ENSZ hivatala is lehetővé tette azt, hogy állami hivatalok, állami intézmények, illetve egy civil szervezés, egy civil szervezet is megnyisson opiát szubstitúciós terápiás központokat. Tehát ilyen módon sikerült kiterjesztenünk a működést, két börtönintézményt is sikerült megnyitnunk, beleértve börtönben működtetett tűcsere programokat is. Bukarestben pedig szintén sikerült egy újabb szubstitúciós terápiás központot is megnyitni, ami jelenleg is működik ráadásul. Tehát igazából az ártalom csökkentés szempontjából ez volt a legjobb időszak. 2009-re már 9000 ügyfelet sikerült elérnünk a tűcsere programokkal. 2009 óta azonban csökken a szolgáltatások volumene, még a fecskendők mennyisége ugyan időként tudott növekedni, de mégis általánosságban egyfajta volumen csökkenés látunk a szolgáltatásokban. Ennek kapcsán készült a videó is, amit az előbb láttak. 2010-re láttuk azt, hogy újabb anyagok is megjelennek, például a szintetikus drog, ahogyan röknél is tapasztalható, ezeket először igazából olyanok kezdték használni, akik nem állnak közel az intravénás felhasználáshoz. De nem sokkal később a heroin használók is rájöttek arra, hogy hatásosabbak és olcsóbbak az jellegű anyagok. És persze a legjobb az volt, hogy ezek legális szerek voltak, mert ettől kezdve nem kellett rendőrségi üldöztetéstől tartaniuk. Tehát igazából a szintetikus anyagok intravénás használata járványszerűen tör ki Bukarestben és környéken, alig két évvel később. Tapasztaltuk azt, hogy megfelelően a HIV-fertőzések száma is nagy mértékben megnövekedett. Ekkoriban szerveztünk egy konferenciát a teljes balkáni régió számára a szubstitúciós terápiákról 2008-ban. Elnézést, itt előre szaladtam közben. Itt még egy sor volt. Akkoriban 6 civil szervezet foglalkozott tűcsere, illetve fecskendőcsere programokkal.
most viszont már csak kettő ilyen maradt. 2010-től 2013-i terjedő időszakban egyfajta válságot figyelhettünk meg, hiszen az a nemzetközi finanszírozás, amelyben korábban részesültünk, megszüntette romániai programját, hiszen Romániától kezdve fejlett országnak számított, ilyen módon nem volt jogosult ennek a programnak a finanszírozására. Az ENSZ kábítószerellenes hivatala is 2011-ben leállította a romániai projektjét. Az európai strukturális alapok ugyan lehetővé tették, hogy különböző szervezetek pályázanak, de a hálózaton belül csak az egyik szervezetnek sikerült ténylegesen pályázatot benyújtania, olyan pályázatot, amely tűcsere programot, illetve szubstitúciós terápiás programot is tartalmazott. És igazából itt a bürokratikus nehézségek jelentették a legnagyobb problémát. A brüsszeli bürokrácián át kellett verni az egészet, aztán a román bürokrácián, és aztán ezt a fajta bürokráciát a projekt végrehajtóinak is meg kellett valósítani. Tehát igazából nem sikerült az emberekkel együttműködni, rengeteg papírmunkát kellett végezni, ahogy hogy ténylegesen az emberekkel dolgoztunk volna, és aztán vissza kellett csatolni a különböző adatokat, meg kellett különösen az államnak is az ezzel kapcsolatos adat gyűjtést, tehát ez nagyon megnehezítette a munkát. A nemzeti fókuszpont, amely a HIV-fertőzésekkel foglalkozik, az nagyon nagy mértékű növekedést tapasztalt 2011-re, hiszen most már 62 új fertőzés volt 2011. szeptemberére. Itt próbálták akkor aztán felhívni a WHO-nak a figyelmét, illetve a nemzeti szintű intézmények figyelmét arra, hogy milyen mértékű problémával nézünk szemben. Az európai kábítószer használati megfigyelő központ figyelmét is próbáltak felhívni erre. Nem tudom, hogy akkor ténylegesen eljutottak-e Romániába, ugyanis a román kormány nem kérte azt, hogy ők jöjjenek el hozzánk, de ekkor aztán az NCDDA közítette egy anyagot, amelyből kiderült, hogy Románia nagyon nagy problémákkal küzdik az intravénás felhasználók körében terjedő HIV-fertőzésekkel kapcsolatban. Igazából ekkor kellett volna erre azonnal reagálni és valamit tenni, de sajnos nem ez történt. A bukaresti önkormányzat, a Városháza egy szervezettel kötött szerződést a hálózaton belül, hogy a bukaresti kábítószer használóknak adjanak tűket, azzal a feltétellel, hogy személyazonosító információkat gyűjtenek ennek során. Jelenleg az országban vagy bürokrácia, vagy korrupció miatt ez az egyetlen lehetőség arra, hogy kétszeresen is lehessen ellenőrizni azt, hogy valóban eljutott a kedvezményezethez adott fecskendő, és nem adták el esetleg valakinek, például szakmai felhasználóknak. Tehát ilyen formában nem azt célozta a személyes adatok gyűjtése, hogy lássuk, hogy hány kábítószer használó van, és mit használ, csupán arra szolgált, hogy ténylegesen jutottak-e a fecskendők használókhoz. 2011-re megkezdődött a mobilizálódása a kábítószer használóknak. Kiderült, hogy mennyire nehéz a helyzet, és hogy valamit legalábbis mondani kellene ezzel kapcsolatban. December 1-én 2012-ben jött ki az első nyilatkozat egy olyan kolléga részéről, aki csupán néhány hónappal a nyilatkozat kiadása után tulajdonulásban meghalt. 2013-ra megszerveztük azt a folyamatot, amiből néhány képet láthattak, és 2012-2013 között azt láttuk, hogy a szolgáltások volumenének csökkenése nem csupán a civil szervezetek részéről figyelhető meg, hanem a kormányzati szervezet intézmények részéről is. Tehát 2007-2008-ban sikerült a börtönökben is eredményesen tűcsere programokat működtetni, de ezeket, ha nem is hivatalosan, de addigra aztán megszüntették. Tehát
Hivatalos szervek, ha megkérdeztük, hogy vannak-e ilyen programok, akkor azt mondták, hogy igen, vannak, de a lényeg az, hogy az őrizeteseknek kérniük kellett a tűcsörét, és ez probléma egyrészt a titkosság, tehát a személyazonosság titokbantartása szempontjából, ha valaki pedig őrizetesként kéri a tűcserét, akkor nyilván kutatják a cellában, hogy van-e kábítószer. Tehát ilyen szempontból adminisztratív szinten nincs probléma a tűcserő programokkal, csupán a praktikus szempontok tekintetében. Nézzük akkor a számokat. 2008-ban 52 eset volt börtönben, 2013-ban 321 fertőzés volt a börtönökben. Körülbelül 250 ezek közül, aki intravénás felhasználó, de a börtönadminisztráció szerint ezek korábbi kábítószer használók, tehát ezek nem jelenlegi kábítószer használók. Itt ez a grafikon azt mutatja, hogyan alakult a fertőzés. Kékben látjuk a tűforgalmat, sárgában a sürgősségi eseteket, amelyek a szintetikus kábítószerek használata miatt következtek be. 2010-ben volt egy csúcs, és utána a kormány a nyilvánosság hatására kriminalizálta az ilyen jellegű anyagok használatát, és aztán 2011-re sikerült megtalálniuk azt a jogi keretet, amellyel le tudták zárni ezeket a legal high boltokat, a headshot. You have HIV in the red. És aztán pirosban látjuk, piros színen látjuk a HIV fertőzések számát. 2012-2013 között úgy tűnik, mintha egy kicsit csökkenne a fertőzések száma, de igazából csak az új esetekről beszélünk. Ez esetek. És az új pszichoaktív anyagok, hogyha most a szintetikus stimuláló szereket kiveszük ebből, illetve azt, hogy hogyan alakul a napi intravénás használatok száma, akkor azt látjuk, hogy nagyon súlyos a helyzet HIV-fertőzések szempontjából, hiszen a 3-5-szöri napi szúráshoz képest akár 20-50 tűt, illetve fecskendőt is elhasználnak a kábítószer használók az új anyagokkal. Tehát mindenképpen kell terjeszteni azt, hogy a szintetikus szerek ilyen változást hoztak ebből a szempontból. 2013-ban, júniusban szerveztünk egy nagyobb méretű demonstrációt, egy nemzetközi kampány részeként. Ezzel próbáltuk felhívni a kábítószer használók problémáira és arra, hogy a tiltáson alapuló nemzeti rendszer milyen károkat jelent. Három minisztérium, az egészségügyi, a belügy és a munkaügyi minisztérium elé szerveztük ezeket a demonstrációkat. Kértük azt, hogy folytatódjanak a szolgáltatások, hogy tűnjenek kell a nyilvántartásokból, a személyazonosító információk, illetve egy átfogó megközelítés alkalmazzanak a kábítószer használatot szolgáltatások tekintetében. A hálózaton belül 6 szervezet vett részt ebben, illetve kábítószer használatok is részt vettek ezekben a demonstrációban. Nézzük azt, hogy hogy áll a képlet, amelyel szembe kell nézni, hogy nem hogy nézett ki maga a demonstráció. Itt pedig látjuk a jelenlegi helyzetet, itt most kumulatív számokról beszélünk, tehát 2008-tól 2014-ig 716 esetről beszélünk, 2014. szeptemberig már mint. Továbbra is várjuk azt, hogy a kormány végre tegyen valamit, illetve hogy visszatérjenek az országba a nemzetközi támogatók, és tudjuk folytatni a megkezdett tevékenységet.
nem vagyunk teljesen magunkra hagyatva, egész Európában vannak, akik támogatnak bennünket. Itt látjuk azt az üzenetküldő kampányt, amelyet csupán néhány napban ezelőtt szerveztünk, annak érdekében, hogy lássuk azt, hogy a nemzetközi aktivisták is a mi oldalunkon állunk, és így próbáljuk segíteni az emberek életét. Ez egy aktivista csoport a fényképen. In the happening we organized in 2013 in front of the Ministry of Health, and they say that stopping the needle exchange programs is the fastest HIV transmission route. És arról szól, hogy a HIV fertőzések terjedésének leggyorsabb útvonala a tűcsere programok leállítása. Megvan a kapacitásunk, megvannak a megfelelő ismereteink annak érdekében, hogy az ilyen fontos programokat működtetni tudjuk, csak a finanszírozásra lenne szükség, és minden másfajta intervenciónál olcsóbb egyébként az ilyen jellegű programok működtetése. Ennek ellenére továbbra sem kapjuk meg a megfelelő finanszírozást. Nézzük azt, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe. Járvány, fertőzés, megfékezése szempontjából. Mikor még az állam kismértékben is, de rendelkezésükre bocsátott finanszírozást, akkor a beszerzés volt nehéz, hiszen a legolcsóbb beszállítót kellett alkalmaznunk, és nagyon rossz minőségűek voltak, különösen a tőke, csak a kicskendők, emiatt a kliensek elutasították ezeket. Ezeknek a használatát. Ezen kívül nagyon szeretnék azt, hogyha nagyobb mértékben hozzáférhető lenne a HIV tesztelés, illetve azok a kezelések, amelyeket az utazás felhasználók kaphatnak. Az egészségbiztosítás keretében az ilyen jellegű kezelések nem mindenki számára érhetőek el. Mi gondoljuk, hogy nagyon jó gyakorlat folyt sok-sok éven át. És aztán ez egyszer csak leállt akkor, ráadásul amikor a HIV elkezdte komolyan érinteni citronvénás felhasználókat. Zárásképpen néhány konklúzió. Az első konklúzió az, hogy folyamatosan fejlődik, de nagyon lassan az átszámcsökkentési tevékenység Románián belül. Tehát vannak pontok, amikor viszonylag jobban teljesítünk, de tudjuk, hogy több évi sikeres beavatkozás után gyengébb most a helyzet. Nemzetközi támogatókon múlik az átszámcsökkentés működése az országunkban, és igazából a helyi költségvetésnek kellene ebben beszélnia. Olcsóbb ráadásul az ilyen jellegű tevékenység, mint a terápia. Mert úgy tűnik, hogy a prioritásokat az érintett populáció alapján kell meghatározni, tehát itt a szexmunkások, a roma populáció, stb. Ezek megelőzik a prioritásokban az állami szerveknél a mi általunk kezelt emberek problémáit. A kormány is arra koncentrál, hogy a nagyobb, általuk nagyobb ívűnek tekintett problémákat kezelje. Nagyon sok más probléma van, amit még meg kell oldani, úgymond, mielőtt a HIV problémáját megoldanánk. És igazából évekbe telt, amikor tudtuk érteni ezt a fajta hozzáállást. A HIV végülis a nyilvánosság figyelmét felkelti, hiszen félnek tőle az emberek. És igazából még több figyelmet kap majd a nyilvánosság részéről. Mert hogy a TBC is terjed vele párhuzamosan, és a HIV vírustól elterülően a TBC-t nem csupán különféle testvállalatokon keresztül lehet elkapni, a levegő keresztül is terjed. Tehát az állam a gazdasági válsággal magyarázza azt, hogy nem tud megfelelő módon részt venni az emberi tevékenységben, pedig inkább azt látjuk, hogy a megfelelő elszántság is szándék hiányzik a kormányzatok részében. És annak ellenére, hogy a nagy nyilvánosság felismeri azt, hogy milyen súlyos problémát jelent a HIV fertőzés, még hogyha marginalizált csoportokat is érint jelenleg elsősorban. Ennek ellenére nem megfelelő kezelést kap. Most ennyi lett volna az előadásom. Köszönjük a figyelmet. És zárásképpen köszönjük.